A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amikor visszatekintünk, hogy mi minden történt 2022-ben Székesfehérvár kulturális életében. Én azt gondolom, hogy aki zenekedvelő, már pedig egyre többen vannak itt ebben a városban is, akik a klasszikus zene iránt rajonganak, egy nagyszerű évet zárhattak, és erről fogunk beszélgetni, vendégem pedig nem más, mint Dobszai Péter, az Albergia Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője, vezetőkarmestere. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm, hogy itt lehetek. No, én azt hiszem, hogy Ruf Tamással már beszélgettünk arról, hogy a változás mi mindent hozott az elmúlt időszakban, és azt hiszem, hogy teli találat volt a zenekar átalakítása, kiegészítése, és hiszen fajsúlyos koncertek sora várta a zenekedvelőket. Kezdjük szeptembernél. Annál is inkább, hiszen megszokhattuk, hogy számtalan bérletsorozat van, a Farkas Ferenc Somorjai a fiatalok számára nem különben, de egy Mozart-estel kezdődött az évad a Farkas Ferenc bérlet kapcsán. Én azt gondolom, hogy ugye számtalan olyan megnyilvánulásodat hallottuk, hogy Mozart rajongó is vagy, tehát ez a Mozart-est mindenképpen különleges volt. Nagyon szép felütést adott az évadunknak valóban. Löwenberg Dániel nevét szeretném rögtön elsőként említeni. Annyira csodálatos Mozart C-dur zongora versenyt játszott, és hát az ő avatott kezei, aki a Salzburgi Mozarteumnak a zongora professzora, olyan autentikusan és olyan élő módon szólaltak meg a keze alatt a hangok, hogy nagy öröm volt ő vele együtt zenélni. És hát a nagy G-moll szimfónia és a varázsfúvola nyitány pedig tényleg olyan égkövei annak a Mozart irodalomnak, ami nekünk anyanyelvünk kell, hogy legyen az Alma Regia Szimfonikus Zenekarral, hogy tulajdonképpen a kellő alaphangot megkaphattuk magunknak számára és a közönség számára is ezen az estén. És amikor arról beszélünk, hogy a klasszikus zene egyre inkább tért hódít itt Fehérváron, nekem az elmúlt esztendőben a sok, hiszen gyakorlatilag minden koncertről beszámoltunk, de a legnagyobb meglepetés és a legnagyobb megerősítést a Kérdezz a karmestert létrehozása volt. Ugye ráadásul egy olyan bensőséges helyen és hangulatban, mint a zenekar próbaterme a Szabadságharcos úton. Na, ez teli találat mindenképpen. Honnét jött a gondolat? A sorozat ötlete az én fejemben született meg, és nekem abban a szituációban született meg a gondolat, amikor újra és újra azt tapasztaltam, teljesen szakmától független találkozások és beszélgetések alkalmával, amikor újra és újra kiderült az, hogy amit én csinálok karmesterként, és amit mi csinálunk klasszikus zenészekként, az nagyon komoly érdeklődésre tart számot, nem csupán abban a formában, hogy a végtermékét, az előadást sokan szívesen hallgatják, hanem az életünk sajátosságaira, a munkánk hogyanjaira is kimondottan kíváncsiak nagyon sokan, és erről nagy örömmel mesélek ilyen oldott, de mégis szervezett keretek között. Úgyhogy nekem is a 2022-es év egyik személyes nagy öröme az, hogy ez a sorozat elindulhatott, hogy sikerrel és nagy érdeklődéssel indulhatott el, és a 2023-as év egyik legnagyobb várakozása, hogy folytathassuk ezt a sorozatot. Örömmel ott leszünk. Kivételes felelősség és egyben rendkívüli lehetőség. Tehát így ez a kettősség. Én azt hiszem, hogy a Haydni egyében volt az első, és hát a folytatását várjuk. Mint ahogy nagyon fontos volt a Régi zenék új köntösben a Somorjai Ferenc bérlet sorozat kapcsán, hiszen ez is egy lehetőséget adott mindannak a klasszikus zene barátoknak, hogy egy kicsit másként mélyüljenek el egy-egy stílusban. Így van. Ezek a korszakok és művészeti ágak közötti kölcsönhatások, ezek mindig nagyon izgalmas területei a repertoárunknak. És még azt is kiemelném ennek a koncertnek a kapcsán, ami egyre több koncertünk kapcsán jelentkezik,
hogy láthatóan kereslet van nem csupán a közönségünk, hanem megrendülő oldalról is a szimfonikus zenekarunk munkájára. Vendégjátékaink voltak a Művészetek Palotájában, Győrben, Dunaújvárosban, Siófokon, olyan szituációkban, olyan művészeti helyzetekben, amelyek között nem egy szokatlan is lehetett volna, magunk is csodálkoztunk a felkérésnek a tényén, de nagy örömmel mentünk, és egy nagyon fontos és megerősítő visszajelzés az, hogy lényegében ilyen csúnya szóval mondva piaci szituációban is értéke és kereslete van a munkánknak. Ugye tetten érhető egyértelmű egy zenekar életében, amikor a művészeti vezetés a zenekar tagjaival és a közönséggel is egymásra talál. Abszolút. Ez számtalanszor így volt. Igen. Még szeptemberben volt a Zene Szó, Fény és Erő, kamarazene és a Szonáta Est. Azt hiszem, hogy szükség van a kis csapatokra is, hiszen igen, teljesen más az íze, más a gondolatisága. Igen. Zene világnapja, ugye az év második őszi hónapja így kezdődik mindig. A Zene világnapja rámutat arra, az idén is így történt, hogy a klasszikus zenére mindenképpen szükség van. Így van. Csodálatos élmény volt. Én először koncerteztem a sportcsarnokban, ahol ezt az eseményt tartottuk, és az ember tart művészként egy ilyen szituációtól, sok ezer ember egy légtérben, mozgás van még a próba közben, és számtalan olyan praktikus nehézség, ami fölveti az emberben azt a gondolatot, hogy esetleg nehezebb lesz a művészetnek a fókuszát ilyen praktikus körülmények között megtalálni. És ehhez képest azt tapasztaltam, hogy ugyan valóban próbálni kevésbé zavartalan egy ilyen helyen. Ugyanakkor, hála Istennek a technikai munkatársak során egy pillanat alatt be tudott állni az a hangzás a koncerten, amivel teljesen koncerttermi körülményeket, vagy koncerttermi körülményeknek az illúzióját tudtuk mi előadók és a közönség is megtapasztalni. Úgyhogy mind a szimfonikus zenekarnak a kihangosításában, mind az egyesített kórusoknak az összhangzásában ez a fajta ennyire széles, több száz főnek a közös élménye, az én számomra nagyon feltöltő élményt jelentett. Más a millió, nyilvánvaló. Állítólag nem odavaló a klasszikus zene, de ilyenkor ezt megcáfoljuk, hiszen számtalan műfaj találkozhat, és ez valóban a zene világnapja. Tehát Menuhin szerintem fentre, amikor letekint ránk, akkor mosolyog az ő szeme is. Mint ahogy mosolyog a szeme, amikor az Én vagyok, a Bartók Színház és a szimfonikus zenekar közös estjét nézhette valaki. Ez egy újdonság ilyen értelemben. Ez egy különleges projekt, szintén olyan szerkesztéssel, amiben különböző művészeti ágak nagyon szépen csatlakoznak össze, és nagyon különleges alkalom volt abból a szempontból is, hogy igazgatónk Ruf Tamás vezényelte a produkciót mindegyik alkalommal, amikor ez elővezetésre került. És hát én tudom azt hiszem nem titok, hogy most már másfél évi együttműködés során gyakorlatilag a kettőnk közötti kölcsönös tisztelet, szakmai és emberi tisztelet az barátsággá mélyült. Nagyon nagy öröm volt ő rajta is azt látnom, hogy a számtalan igazgatói felelősség és teendő mellett az, hogy újra az ő művészi oldalával is a kollégák felé fordulhatott, ez mindannyiunknak nagyon sokat adott. Mint ahogy a partitúra, ifjúsági hangversenybérlet sorozat is, hiszen nagyon-nagyon fontos, nem csak azért, mert a hangokkal festő Haydn az egy remek est volt, hanem itt is bebizonyosodik, hogy nem kényszerből jönnek a fiatalok, kivételesen élvezik. És azt hiszem, hogy maga a körítés, az kiegészíti Haydn csodáját. Fantasztikus zeneszerző természetesen, de mégis mindig újra rácsodálkozik az ember. A hangokkal festő Haydn estnek a műsorát én szerkesztettem, ugyanakkor Dénes Vorovszky Marcell, aki vezényelte, és Dobri Dániel, aki moderálta az egész sorozatot. Előadóként az ő érdemük az, hogy ilyen szép sikerrel ment a sorozat.
nem múló felelősség az ifjúságnak a zenei táplálása. Kerülöm szándékosan a nevelés szót, mert valahogyan azt szeretném érzékeltetni, hogy mi egy gyönyörű, szép kincses tárat, vagy étlapot, vagy nem is tudom, hogy pontosan mi a metafora illik rá leginkább, de mi felkínálunk valamit. És nagyon igyekszem kerülni azt a megfogalmazást, amiben a kényszernek bármilyen íze benne lehet ebben a vonatkozásban. De nagyon örülünk annak, hogy azt látjuk, hogy ezek a több száz éves zenék abban a korban, amikor 3-4-5 év alatt egy sláger már el tud avulni, akkor ezek folyamatosan tartják az értéküket. Így van. Ha már a felelősségről beszéltünk, ugye a felelősség vám is vonatkozik bizonyos értelemben, mert lassan elfogynak a jelzőszerkezetek. Ugye a kérdező karmesterről beszéltünk, aztán jött Schubert jegyében, ami már megint azt mondom, hogy egy csoda volt. És nagyon jó volt nézni a résztvevőket. Tehát az első után mindig azért azt mondom, hogy a következő a legfontosabb, mert az elsőt óhatatlanul is mindenki kedveli. Igen. És a másodiknál dől el, hogy ez micsoda. Igen. És eldőlt. Igen. Nagyon, nagyon szép esténk volt, és azt éreztem, hogy biztos vagyok benne, hogy voltak olyanok, akik a közönség soraiban, akik az első alkalomról is ott voltak, sőt, hát a saját szememmel láttam, hogy ez így van, ugye ez könnyen megállapítható a próbatermünkben. És nagyon jó érzés volt azt látni, hogy a műsor szerkezetét és ezt az interaktív és meghitt közeget, amit meg tudtunk teremteni, ezt tulajdonképpen otthonosan és ismerősen fogadták már második alkalommal. És az estnek az a része, amikor valóban beszélgetni tudunk egymással, az talán még az előző hónapi esthez képest is oldottabban, folyamatosan, természetesebben és gazdagabban tudott megnyilvánulni. A hónapot a Farkas Ferenc bérlet sorozat második előadása zárta egy romantikus esttel, a romantikára is szükség van. Mégpedig nagy szükség, mert miközben a zenekarunknak a mérete valóban ezt a bécsi klasszikus és kora romantikus zenekari méretet sugallja elsősorban. Azt kell, hogy mondjam mostanra a legnagyobb meggyőződéssel, hogy a késő romantikának az érzelmi hevülete az ennek a nagyon dinamikus és összességében meglehetősen fiatalos zenekarnak központi repertoárja kell, hogy legyen. Járok Magyarországon, járok Európában sokfelé vezényelni, és az a ritka intenzitás és az az érzelmi hevület, ami Csajkovszki előadása során, Brahmsnak az előadása során a mi együttesünkben azonnal megnyilvánul, ez borzasztóan ritka, és én személyesen nagyon vágyom arra, hogy a művészi állományunknak a létszámát és a játszó helyeinknek a lehetőségét tekintve minél inkább tudjunk rendszeresebben többet ebben a stílusban is megnyilvánulni, mert természetesen most ezek a 60 művészt foglalkoztató műsorok, ezek ünnepi és a törzsrepertoárunkhoz képest ritkább alkalmak, de nagyon jól áll a zenekarnak. Ez biztos vagyok benne, így van. Mint ahogy abban is biztos vagyok, hogy rendkívüli méltóságot kölcsönzött a Halottak napjának az a hangverseny, amelyet ti adtatok elő. Én azt gondolom, hogy ez fontos, tehát a gyászban is lehet méltóság, ilyen értelemben is. Mind az időpont, mind a helyszín, a bazilikának ez a gyönyörű, szép felújított tere, mind a közönségnek a figyelme, és nem utolsó sorban az egyesített fehérvári kórusoknak a jelenléte az én számomra is magasra emelte ezt az estét. Az énekari szólamoknak az arányainak a megtartása az mindig a mi fontos művészi felelősségünk, hogy olyan módon állítsuk össze ezeket az arányokat, hogy az év során az összes prosperáló kórus hasonló mértékű együttműködési lehetőséget kapjon, ugyanakkor az egyes produkciók is mindig önmagukon belül arányosak maradjanak. És ez egy komoly logisztika, ennek a párhuzamos elvárásnak megfelelni,
de azt gondolom, hogy a Mozart Requiemnek az estéje egy kiemelten szép példája volt annak, hogy ez meg tud valósulni. És példa arra is, hogy a Somorjai Ferenc Bérlet, hogy a tanár úrat kell, hogy említsük, hogy a Fények és Árnyékok megint bizonyította, hogy milyen különleges stílust tud elfogadni a közönség is. De ez már sokadszor történik így, tehát ez egy jó út. Az én számomra a Somorjai Ferenc Bérletnek van egy különleges hangulata. Azt hiszem, hogy ez elsősorban a Szent István terem milliójéből táplálkozik, másodszorban pedig abból, hogy specifikusan erre a sorozatra tervezett programokat viszünk oda. Nagy öröm a visszajelzés aznap este a közönségtől minden egyes alkalommal, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a következő fél évnek a két alkalmán, amikor tartogatunk egy olyan alkalmat is, amikor egy olyan szituációban lép majd fel a zenekar, ami most már régen fordult elő. Korábban többször, de most már régen, amikor koncertmesteri vezetéssel, karmester nélkül játszik a zenekar, hogy ott hogyan tudnak majd újra ebben a szituációban másképpen kivirulni a kollégák. Mint az alapérzelmek a zenében? Így félelem van. És meglepetés? Így hiszen van. Ez is egy külön pillanat volt, mint ahogy a Mária képek a Korter zenében, nem különben. Vonós négyessel járt Dobri Dani Rómában. Megszólalt ez a program már a nyáron is, de most az, hogy ez Rómába is utazhatott, ez a program, az mindenképpen egy különleges alkalom volt. Én azt láttam a kollégáinkon, hogy ugye ők ebben a szűk 6-7 főben, akik a hangszeresek, Dani és Torma King a kolléganőnk, és akik együtt tudtak utazni, ők egy kicsit, minthogyha másképpen tértek volna vissza Rómából, abban az értelemben, hogy hát nyilván még egy ilyen rövid pár együtt töltött nap is elmélyíti az ismerettségüket, elmélyíti az együttműködésüket, a beszélgetésüket, és a közös élmény, amit adtak, és amiből táplálkoztak Olaszországban. Ez úgy látom, hogy feltöltő. Igen, hát a Római Magyar Akadémia Via Giulia az önmagában is csoda, mint tudjuk, mint ahogy csoda a december is. A Mikulásnapi partitúra hangverseny, én azt mondom, az Észak zené, amiből 6 volt összesen, ha jól számoltam, igen, az megint egy példa arra, hogy lehet tágítani azt a kört, aki a zenével ébred majd később, és lehetőség szerint azzal is nyugszik. Így van. Skandináv zenéket tartogattunk erre a programra. Nem volt hideg decemberünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy valahogy egy olyan valami olyan hűvös fuvallata van ezeknek a muzsikáknak, Griegnek, Sibeliusnak a zenéiben, hogy megsegítette mind a december 6-i, mind az egész téli hangulatot a gyermekek számára. És megint megtapasztaltam azt, hogy egy kivételesen bevállalós zenekar a miénk. Már a színpadkép tekintetében egy olyan közvetlenség és lazaság van a kollégákban, ami hál' Istennek nem megy a művészi precizitásnak a rovására, amire én művészeti vezetőként saját érdemeim nélkül is nagyon büszke vagyok, hogy ővelük dolgozunk együtt. Igen, és a következő, a zenébe szőtt mese, az Otthon dallama is 3 koncertet hozott, teli találat volt az is, de ami igazán ezt a nehéz évet azért valljuk meg, ez rendkívül nehéz év volt minden művészeti együttesnek, de a köznapi ember számára nem különben. A karácsonyi hangverseny megadta azt az alaphangot, amelynek mentén lehet hinni, bízni. Ez nagyon fontos, és hogyha mérlegre tesszük a mi tevékenységünket, akkor természetesen azt gondolom, hogy minden eljátszott hangnak van értéke akkor is, hogyha azt senki más nem hallotta, mint az, aki játsza. De mégis pontosan, ahogy fogalmazod, az, hogy hogyan tér haza a közönség, és hogyan érzi magát a koncert utáni 2-3 napban, 1-2 hétben, az a gazdaságilag és biológiai mérhetetlen
de mégis legfontosabb és legközpontibb, csúnya szóval mondva, de jó felfogással értve, az a haszon, ami egy szimfonikus zenekarnak és bármilyen művészeti együttesnek a működését a legmélyebben validálja. Így van, és ehhez hozzátartozik az idei esztendő első napján, ami tulajdonképpen záró hangverseny volt abban az értelemben, hogy a Vörösmarty Színház, mint tudjuk, bezárt március 1-ig csak, hála Istennek, teszem hozzá, viszont ezt már láthatták a televízió nézők a Paletta Kulturális Magazinban, hát ez zseniális volt ez a történet. Ismét, és nem csak azért, mert ugye rendhagyó módon maga a polgármester úr Cserpakovics András is vezényel egy kicsit, tehát ott van veletek a zenekarral és a közönséggel együtt, hanem azért is, mert megint sikerült egy olyan műsort összeállítani, és ráadásul egy olyan vendéget meginvitálni Drahos Béla személyében, aki azt hiszem, hogy nagyon kedvelt volt egyik oldalról itt Fehérváron, másrészt pedig egy nemzetközi fuvolaművész, az mindig dob egy esten. Feltétlenül. Hát Drahos Béla egy nagyon komoly zenei kvalitás. Azt hiszem, hogy ezt mindenki, aki hallotta, hallja és ismeri őt, hasonlóképpen gondolja. Természetesen az én szempontomból egy különleges esemény volt ez az este az ő személye miatt is. Miközben én másfél éve vezetem azt a zenekart, amelyet ő közel két évtizeden keresztül ápolt és legjobb tudása szerint nagy lelkesedéssel vezetett. Én valójában most a próbák alatt ismerkedtem meg vele. Természetesen nagyon régről ismerem távolról az ő személyét, de személyesen sosem muzsikáltunk együtt. Úgyhogy nagyon nagy öröm volt, hogy elfogadta a meghívásunkat. A zenekar is tisztelettel és szeretettel fogadta őt, a közönség nem különben. És annak nagyon örültem, hogy az új év aktualitásába és az egész műsorba valami olyan egységgel kapcsolódott bele az ő személye és művészete, hogy végül is összeállt egy koherens egészé az egész program. Élmény volt mindenképpen, mint ahogy élmény lesz 2023 is, nagyon messze nem menjünk előre, de nyilván már megvan az a program, amelynek lesznek alapvetései. Ez egy komoly és folyamatos tervezési és újratervezési folyamat ebben a gazdasági és történelmi szituációban, amelyben most élünk. Nagyon bízunk abban, hogy a lehető legteljesebb módon és a lehető legkevesebb veszteséggel tudjuk majd ezeket a terveket megvalósítani. Természetesen folyamatos cizellálásra és pontosításra szükség van, úgyhogy most a nyilvános koncertek szempontjából picit szűkebb január-február folyamán is komoly munkaórákat töltünk majd a tervezéssel. Sőt, a terveink szerint a jövő évadnak egy jelentős részét is meg tudjuk majd most tervezni a vezetőségi értekezleteken. Úgyhogy talán egy kicsit kevésbé látványos, de intenzív hónapok állnak előttünk. Történjék így, várjuk. Nagyon szépen köszönjük. És köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és a teljes zenekarnak is boldog új esztendőt kívánok, és olyan sikerekben gazdag évet, mint az elmúlt időszak volt, hiszen én azt hiszem, hogy kimondhatjuk, hogy otthonra találtatok. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, a vendégem Dobszai Péter volt, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar vezető karmestere, művészeti vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.